A legveszélyesebb országokról készítettek térképet, azt nézték, hol a legnagyobb az esélye egy terrortámadásnak. Spanyolország, Franciaország és Törökország is a legkockázatosabb országok közé tartoznak. Egy utazási irodában azt mondták, a legtöbben nem félnek. Az idősebb utasok közül viszont sokan inkább nem utaznak el. A Tények riportja után szakértőkkel folytatjuk a témát. Hajókirándulás, napfényes időben pihenés medencében, vagy éppen tengerparton. Tele vannak ajánlatokkal az utazási irodák. Terrortámadás a francia Rivierán, Nizzában vagy Tunéziában. Ezek nagyban befolyásolják az utazásokat. A magyar utasok többségére nem jellemző, hogy kevesebbet utaznának. De vannak olyan utasok, akik félnek. A nyugdíjasok és az idősebbek körébe, akik nekünk kedvenc partnereink és utasaink, azonban ott tapasztalható, hogy néhányan félnek, és néhányan azt mondják, hát ők inkább nem utaznak, de én ezt megértem. A brit külügyminisztérium ajánlása alapján a Telegraph készített egy térképet arról, hogy mennyire veszélyesek az egyes országok. Ez alapján magas a kockázat terrortámadásra például az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Franciaországban vagy Törökországban. Ezeket az országokat pirossal jelöltük a térképen. Magyarországon, Svájcban, Lengyelországban vagy Csehországban viszont alacsony a kockázat, ezek az országok zöldel vannak jelölve. A szakember szerint a legveszélyesebbek a szabadtéri rendezvények, reptérek, pályaudvarok, koncertek. Van a stúdióban Kis Róbert Rihárd, turisztikai szakújságíró, valamint Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Tehát Egyesült Királyság, Franciaország vagy Törökország, ez nem meglepő. Engem nagyon meglepett, az imént Németh Szilárdnak is mondtam, hogy Spanyolország is fölkerült a legveszélyesebb országok listájára. Hogy? Spanyolországban rengeteg veszélyeztető élőszak nyelven hívják őket, tehát olyan migrációs hátterű állampolgár vagy pedig migránsok, akik nagyrészt Észak-Afrikából, ugye Marokkói Királyságból érkeztek oda, és nagyon erősen fanatizálódtak. Tehát a spanyol titkosszolgálat, meg Európai Uniós, mondjuk az Europol szerint igen nagy ott is a veszély, hogy előbb-utóbb egy terrorcselekmény fog történni, hasonló, mint mondjuk a madridi voltól, azt hiszem, ami 340-en vesztették életüket, ugye a vonatokat, amikor szimultán felrobbantották. Úgyhogy ettől tartanak. Felkerült a veszélyeztetési listára, és ahogy megnézzük azért Európa térképét, tényleg úgy Magyarországon, azaz a V4-en kívül szinte az összes ország ezen a terror térképen, hát ilyen, nem is tudom, ilyen bordó színűre van festve, ugye, hogy terror veszély az állandóan fent áll, de ugyanide számíthatjuk még Törökországot is, de ahogy a kollégin az előbb mondta, az emberek nem félnek valóban, tehát most nekem például egy közvetlen kolléganő most Törökországba utazik, jövő héten Egyiptomba, tehát pont azokba az országokba, amik azért erősen veszélyeztetettek. Valóban nem félnek egyébként a magyar utazók? Hogy látod, Rihárd, és eleve kis üdülőfalukat keresnek, vagy nagyobb városokat, nagyobb tengerparti üdülőhelyeket, szóval, hogy mi most az, ami úgy divatos a magyar utazók között? A terrorcselekmények mindenképpen hatással vannak a magyar turizmusra is, de hogyha a világ nagy tendenciáit figyelembe vesszük, akkor a magyar turistákra kicsit kevésbé. Ha például azt nézzük, hogy az amerikai turisták milyen nagy számban mondtak le olyan utakat, amelyek azokba az országokba mentek volna, ahol valamilyen merénylet történt, akkor ahhoz képest a magyarok kevésbé félnek, elmondhatjuk. Tehát például az amerikaiak csak a párizsi merényletek után, lényegében a szilveszteri utak sokaságát mondták le Párizsba, eleve Európába kevésbé. A később volt, tehát a merényhez képest hónapok teltek el a szilveszteri utakhoz képest, pontosabban a között, és ugye a magyarok, mintha úgy csinálnának, hogy általában mivel sokkot kapnak mondjuk egy hétig vagy két hétig, de utána elindulnak Tunéziába, elindulnak Párizsba, elindulnak Manchesterbe. Hát úgy képzeld el, hogy amikor már Észak-Afrika egyes területeiről turistákat kvázi kimentettek, legalábbis különgépek indultak utánuk, akkor magyar charterek még indultak abba az országba, hiszen nem került fel a külügyminisztériumba, nem ajánlott kategóriába, akkor pedig lehet utazást szervezni, tehát a magyar igen csak vállalkozó kedvű és rendkívül ár-érték arány függő. Ebből a szempontból most is mennek majd magyar utazások azokba az országokba, amelyek egyébként a térképen eléggé keményen be vannak satírozva. És azt mondom, hogy ez nem is biztos, hogy rossz, hiszen azért ezek jövőbeli jóslások, félelem, és nem feltétlenül hasznos az, hogy ez a fajta félelem határozza meg a turizmust. Egyrészt nem túlságosan méltányos azokkal az országokkal szemben sem, másrészt pedig most hát aggódjunk nyilván a magyar utazókért. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy utazás
az feltétlenül úgy kell, hogy történjen, hogy most oda nem megyek, mert annyira gyomorgörcsel ébredek és félek. Hát vannak azért olyan turisztikai desztinációk, ahol állandó a fenyegetettség. Hát Izraelbe is elmennek utazások, hiba lenne kihagyni a világ bölcsőjének a városait, és mégis ott tulajdonképpen a napi szinten vannak problémás lehetőségek. Georg, azt mondják, hogy kész csoda, hogy például a tavalyi franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon nem történt semmilyen probléma. Egyébként én is ott voltam egy mérkőzésen, és megdöbbentő volt, hogy nagy, egy ilyen hatalmas doboz cukrot, műanyag dobozos cukrot az én kisfiam a farzsebében simán bevitt úgy, hogy még csak hozzá se értek, hogy mi van ott. Igen, sajnos nekem is több barátom és kollégám ott volt, és ugyanezt tapasztalták. Tehát voltak események, ahol nagyon erős volt a biztonsági előírás, és volt, amikor már talán fáradtak voltak az őrök, késő délután egyszerűen beengedtek mindenkit üdítővel, édességekkel, kajadobozokkal. Hát nyilván most Manchesterben is ez történt, ugye a koncert végén, amikor már jöttek ki, és nem volt ellenőrzés, akkor pontosan tudott bemenni az a fiatal. De hozzáteszem, azért Franciaországban, hogy 17 arcot összeszedtek, tehát olyan veszélyeztetőt, akit feltételezték, ugye a kapcsolataik révén, telefonbeszélgetéseik, illetve elfogott e-mailek alapján, hogy valamire készülnek a foci meccs alatt, ezeket úgymond olyan előzetes védőrizetbe vették, hogy ne tudjanak aggálni, tehát nehogy robbantsanak, lövöldözzenek vagy valami. Nyilván azért a rendőr és a titkosszolgálati munka ezt megakadályozta. Tehát most erre készülnek, ugye például így Magyarországon rengeteg fesztivál lesz, például a mi cégünk is érintett ebbe. Tehát ott is azért a szakszolgálatokkal, legyen az a tech, alkotmányvédelem, helyi rendőrösök, nagyon erősen együtt kell működni, ugye átvizsgálni a fesztiváloknak például a helyszínét, már előzetesen nem erejtettek el ott robbananyagot, lőfegyvert, mondjuk ilyenkor általában rengeteg drogot szoktunk találni, tehát azok is pozitívan eltűnnek valahol. Úgyhogy a készültség az nagyon nagy, de természetesen nem zárhatjuk ki sajnos, hogy ami Ariana Grande koncertjén nem történt meg, nem fog újra megismétlődni. Ha már csak azért sem könnyű ez, mert ugye a Bataclan óta mindenhol tömegrendezvényeken nagyon komoly ellenőrzések vannak, és ez Magyarországon is előírás, és ehhez képest mégis megtörtént, de azért nyugodtan menjünk fesztiválozni is, ugye? Azt gondolom, hogy általában merjünk utazni. Nekünk abból a szempontból, hogy mindez ez a térkép egyáltalán megjelent, olyan szempontból idézőesen jó, hogy egyáltalán jóról beszélhetünk a terrorkészültség miatt, hogy Magyarország nincs rajta, és azt gondolom, hogy a belföldi utazás egyre népszerűbb, úgyhogy utazunk sokat belföldre, a déli szomszédunk Horvátország, Bulgária nincsen rajta, úgyhogy ezek az országok is mindenképpen jó célpontok lehetnek, és hát ugye Svájc, Lengyelország, de ha nem az alapján választunk, hanem egész egyszerűen kíváncsiak vagyunk a világ értékeire, azt gondolom, hogy nem szabad, hogy a félelem határozza meg a mindennapjainkat. Viszont Koszovó vagy Macedónia például rajta van, de ez majd egy másik beszélgetés témája. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.